mentünk a boltba, és a kocsit nem lehetett tolni, a babakocsit fel a járdára, mert nagy a babakocsim, és nem fér fel. És meg a járda se jó. A rendőr azt mondta, hogy izét követtük el szabálysértést. Engemet a 5000-re, meg a férjemet is 5000-re. Azt mondta, hogy ha nem fogadjuk el, akkor több lesz. Annak ellenére, hogy a szélsőségesek cigányellenes járőrözése és egyéb akcióik tavasztal abba maradtak Gyöngyöspatán. A romák, különösen a jobbikos polgármester megválasztása óta a helyi hatóságok által is megfélemlítve érzik magukat. Amikor már jöttem fölfele a kislányból, akkor már kislánynál volt a bot, már akkor rég és rég nála volt. Ott talált a lányomnál a kertbe. Én még elvettem tőlem, ödöm a kukába, nem is az úton, hanem a kukába. Arra a rendőr azt mondja nekem, ott álltak a útnál, azt adjál csak azt a batutat, azt mondja, mi járkalok én fegyverbe. Mondom, mit beszél meg a úrra, mondom, ez nem fegyver, mondom. A kislátonát itt maga is látta, mondom, amikor felvette a kergő, ezt a batot, mondom. És azt mondta nekem, hogy én szabálysértést követtem el. Először mindettek 5000 forintra, másodszor mindettem kifizett az 5000 forintot, küldtem nekint egy papírt, apu lett 25000 forint. Levittem a kutyámat sétálni, és lent az alsó temetőnél van az őt híd. Ott beengedtem a patakba a kutyát egy kicsit, mert nagyon meleg volt. Azt addig nem tettem rá szájkos alatt egy 5 percet, azt úgy volt kint az úton. Azt a rendőr, hogy jött, akkor megállt, azt mondta, hogy feljelent. Ez történt, és 20000-re büntettek. Otthon volt ilyen dróthulladék, amit leszettünk, majd kicserítjük a drótkerítést alul. A fiam be akarta vinni a mélytelepre, hogy leadja, ne legyen otthon szemetnek. Ezért elfogták, rendőr leigazoltatták, és büntettük 5000 forintra. Szemetet égettem ugye, szerdán. A szerdán is vasárnap lehet szemetet égetni. Én betartottam ezt, de mégis feljelentettek 50000 forint a rendőrök. Toltam a biciklit, még csak attasé ültem, és zsák kupit akartam rátenni, meg ilyen zsák isztet. De odáig még el sem utottam, ugye lekapcsoltak, úgy kezelték a biciklit, mindegy rendes hivatalos taxi, vagy jármű, vagy bármi. Ugye az égvilágon mindenféle anyámtyúkát kértek, megvágtak 6000 forintra. 2011 őszén a kisebbségi ombudsman vizsgálatot folytatott a településen, és megállapította, hogy a rendőrség jobban koncentrál a romák által lakott utcákra, mint más településrészekre. Ami azzal jár, hogy a romák által elkövetett szabálysértések ügyében aránytalanul sok feljelentés születik, és azokat az indokoltnál szigorúbban bírálják el a hatóságok. Az ombudsman szerint a rendőrség és a jegyző szabálysértési gyakorlata a jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot idéz elő, és felveti az egyenlő bánásmódhoz való jogsérelmét is. Engemet 25000-re büntettek meg, mert jöttem a házamtól, és volt egy sártócsa, és átmentem a útnak a másik felére, mert amúgy is mentem volna fel az ABC-be. Az ombudsman munkatársai több esetben észlelték, hogy amikor nem romák követik el ugyanazokat a szabálysértéseket, akkor ezek szankció nélkül maradnak. Tetszik tudni, hogy itt 25000 forintos büntetéseket tasztanak azért, mert nem a járdán mennek? Akkor csinálják meg a járdát, hogy nagyon rossz legyen. Ott, ahol az az erdő, nem? Igen. Van ott lépcső. Igen. Az olyan rossz a járda, hogy még botosod a lábam, kiterültem. Azt állította a rendőr, hogy a rendszárvilágítás nekünk nem ég. Azt mondta, beleegyezik 3000 forintos bírságba. Mondta, hogy nincs más választás, aláírja. Tudatta nekem a csekket, hogy tegyem el. Mondom, akkor ez nem 3000, 10000. Kiszáll a kocsi, most a rendőr úr nézze már, ez 10000, nem 3. Azt mondta, miért nem néztünk meg, hogy mi aláírtunk alá. Kint a, itt a csapnál van egy csap, sávú téves lak. Simán le lett csapolva az autó tiszta vízzel. És ezért feljelentettek a rendőrök. Miért? Mit indokolt? Hát, hogy környezetszennyezés. Csak annyi, hogy kiálltam, azt itt az saját udvaromban voltam. Jött a rendőr, 10 méterre letett tőlem, nem volt rajtam az öv, kiszól a kocsiból feljelentve. 35000, az is feljelentés volt, de annyi jött ki belőle. És ezeket mind sorba vonják lefelé a fizetésből. Amúgy 62 vagy 66 hónap. Aha. Minden héten, tehát két hetente kapok 8, 10, 12, mert mindig vonják le, de 50% letiltásokat. Visszamenőleg még a régebbi munkakörökből is voltak, ott se kaptam soha fizetést, úgyhogy már most tiszta vagyok. Aha, és akkor következő közmunkából megkapod azt, nem, amit... Szerintem nem, mert mindig lesz olyan büntetés, amit úgyis a nyakamra fognak sózni, mondjuk. Ugye már rendőrség is, úgyis kimegyünk valahogy, mindig eltalálnak valamit, hogy megbüntethessenek. Nem, mert ők este kimozdulnak a kocsiba. Vagy megbüntetnek, az a vége, vagy úgy ránk szállnak, hogy a kocsiba nem merünk bőlni. Megmondom nyíltan, hogy a kislányt most már nem is viszem kocsiba, csak a kezembe,
mert nem akarok fizetni, mivel fizessek, mikor így is alig tudunk megélni.